Martin Ferenc tiszteletére születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek május 11-én a Rajz Vizuális Nevelés szakos hallgatók munkáiból a Janus Pannonius Tudományegyetem A épületének aulájában. A kiállítást Lantos Ferenc festőművész nyitotta meg. Az eseményen Apagyi Mária Egyetemi Adjunktus hangszeres improvizációs csoportjának fuvolistái szerepeltek. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Pečuha sa Hrvatskog dana u Pečuhu. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 10. Horvát napon a Pécs TV nézőit. Ugyan az idő nem a legsikeresebb, tehát ezt a szervezők kontójára kell írni valószínűleg, mert ezt nem tudták megszervezni. És hát az, hogy 10. alkalommal van, végül is egy jubilómi, ugyan 11. ez a horvát nap, de az elsőt még nem rendezhettük horvát napként, hanem járdakullót napként szerveztük meg, de hát azóta ugye megváltoztak a társadalmi viszonyok, és már nyugodtan a magyarországi horvátok is saját anyanyelvükön és saját ünnepeiket ünnepelhetik. A pécsi horvát nap kirakodóvásárral kezdődött, majd a táncosok kerültek porondra. A bazilika 11 órára zsúfolásig megtelt. A horvát misét József Mrzjak, zágrábi püspök celebrálta. A misét folklor műsor követte, és úgy tűnt, a táncosokat az egyre fokozódó eső sem zavarja. A kézművesek közül többen árulták portékájukat, de akadt, aki eső ide vagy oda, vidáman kalapált. Mit készít éppen? Mivel a jövő évben kezdődik a milliócentenárium ünnepi, ami van kollekcióm, azt szeretném az ünnepség sorozatra kibővíteni. Nép egy nemzet a nyelvében él, ahogy mondják, a nyelvében, vallásában, szokásaiban. Most a magyarországi horvátok, mint általában a horvátok, katolikusok teljes mértékben, és a vallás az, ami hatalmas összetartó erő, az anyanyelvet ápolja, az identitás tudatát erősíti, és ez azt hiszem, hogy minden kisebbség számára a legfontosabb ebben az időben, amikor az asszimiláció annyira fölgyorsult, hogy sajnos fiataljaink már nem beszélik, vagy kevesebben beszélik a saját anyanyelvüket. A sétatére rendezett horvát nap esőtől áztatva ugyan, mégis kellemes hangulatban zajlott. Zeneileg és gondolatilag is következetes az az út, amit Balassa Sándor bejár. Műveinek folyamata életsorsot tükröz. Pontos képet rajzol az egyéniség alakulásáról és az abban közrejátszó külső hatásokról. Mostani műve, amelyet a Művészetek Házában Szkladányi Péter fuvola művész, a Pécsi Szimfonikus Zenekar igazgatója segítségével mutattak be, a Harmadik Bolygó címet viseli, és egy opera kantáta. Opera is, és kantáta is, amely a 20. század emberéről rólunk szól. A 20. század emberisége olyan útra lépett, most nem csak a háborúkra gondolok, hanem a környezetének és a életminőségének a tönkretétele, a jövő fölzabálása, azon kívül a szolidaritás teljes hiányával, csak a napi, hát a napi kielégülés, a már a hónapra való élés, utánunk az özönvíz magatartás, amelyről szól. Tehát a darab első részében maga a természet megszólal, növények, állatok, maga az élő és élettelen biomassa, a másik részben pedig az ember lép föl, egy olyan ember, akinek van szíve és van felelőssége, azzal szemben, akinek csak hatalma van. Tehát ez egy ilyen nagy társadalmi megütközés, nem igazán opera, noha színpadon is elő lehetne adni. Természetesen én zeneszerző vagyok, nem drámaíró, noha a szöveget is én írtam, de a zenében ez óriási feladat volt számomra, hogy megjelenítsem ezeket a földet benépesítő élő és élettelen alakokat. Balassa Sándor zenekari kompozíciói, kamarazenéi és kórusművei láncolatában
mintha részleteiben már mindaz jelen való lenne, ami operáiban összegződik a kimunkált egyéniségű 20. századi emberben feltámadó közösségi érzés, az egymáshoz való közeledés, az egymásért való felelősségvállalás, és a felismerés után a felismertetés komoly szándéka, nem csak te jössz egyedül a földön.